Náj vagy oxi? Igen vagy nem? A vasárnapi görög népszavazás mindössze 76 szóból álló kérdésére ezeket a válaszokat adhatta mintegy 9,8 millió választópolgár. Több mint 90%-os feldolgozottságnál már biztos az eredmény. 63%-os részvétel mellett a görögök 61%-a mondott nemet az Európai Unió és az ország nemzetközi hitelezői által támasztott feltételeknek és megszorításoknak. A szavazó cédulák fennmaradó 39%-án karikázták csak be az igen választ, miszerint Görögország fogadja el a 7,2 milliárd eurós hitel feltételeül támasztott követelményeket. Alexis Tsipras kormányfő szerint a demokráciát nem lehet zsarolni. Ελληνίδες, Έλληνες, το σημερινό δημοψήφισμα δεν έχει νικητές και ηττημένους. Αποτελεί μια μεγάλη νίκη από μόνο του. Σήμερα όλες και όλοι μαζί γράψαμε μια λαμπρή σελίδα στη σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία. Αποδείξαμε ότι ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες η δημοκρατία δεν εκβιάζεται και αποτελεί κυρίαρχη αξία και επιλογή διεξόδου. Αποδείξαμε επίσης ότι όταν ένας λαός έχει πίστη και συλλογική συνείδηση, μπορεί να αντέξει και να ξεπεράσει ακόμα και τις μεγαλύτερες δυσκολίες. Τσίπρας szerint a referendum eredménye támogatni fogja a görög álláspontot a további tárgyalásokban. Hozzátette, büszkén fogja viselni a hitelezők undorát és nem enged a zsarolásoknak. A hatalmon levő Syriza párt, amelynek Tsipras is tagja, a nemzetközi pénzintézetek feltételének visszautasítása mellett kampányolt, mivel megalázónak tartotta azokat. A nem szavazatok pártolói ünnepelnek Athénban, de a hitelválság megoldásához nem került az ország közelebb. A 7,2 milliárd eurós mentőcsomag folyósítását szigorú feltételekhez kötik a hitelezők. A június 30-án esedékes 1,6 milliárd eurós IMF részletet nem fizette ki az ország, erre fejlett európai ország esetében nem volt még példa. A görögök ajtaján már is egy újabb részlet megfizettetésének időpontja dörömböl, ugyanis az Európai Központi Bank július 20-án várja a 3 milliárd 250 milliós részlet befizetését.